Hát utólag is mindenkitől elnézést, csináltam egy próbát úgy, hogy most normálisan vesz. Egy gyorsított, csak azért, hogy az megmaradjon a hagyomány. Halló? És akkor annyi, hogy én át is adom majd, ha ott van Balázs is, nagyon jó. Tehát sok szeretettel köszöntjük akkor Nagy Balázs kollégát, Szép napot. köszöntök mindenkit, szakosunkat, egy picit szállok, mert el kell mennem Komárkát, a... Andrást a diákok részéről, ugye a Szuper. kertészmérnök úr, Czap János barátomat, aki mindenféle ilyen wobblivinos tudomás dugma bennem volt, és csak annyi ebbe a 20 percbe, hogy ilyen aktuális ügyek. Először is én gyorsan tájékoztatlak benneteket, hogy februárban majd lesz egy csaprendeki gyűlése a katasztrófavédelemnek, ahol be kell számolnunk az eddigi... Nem beszámolhatunk, megkértek, felkértek igazgatónak keresztül minket, hogy számoljunk be az eddigi eredményekről, fejlesztésekről. Erre én egy PPT-t majd Évával átnézhetem, hogy szép legyen, jó legyen, elviszek majd február közepe tájék, nem 14-én pénteken, tehát most péntek az 2 hétre. Ott lesz majd az egy ilyen tulajdonképpen közös eredmény, egy ilyen lézergravírozású emlékpakétot kap az Oblivion, amit egy dandártábornok adott át nekünk még márciusban, csak nem voltunk ott Veszprémben, mert már akkor karantén volt. Ennyi, és akkor az új dolgok, hogy még Bakai Lajos műszerész barátom Siófokról majd még, most lehet, hogy nem ebbe az adásba, de be fogom tudni csatolni, ennyivel több lesz, illetve azt elmondom nektek, a többiek még nem tudják, hogy az a 3D nevű cég, akitől a módosításokkal rendeltünk volna, hogy a Hadri András tudja igazából a 3D nyomtatót, ők december utolsó 2 hetében már az egyik mérnök karantén, a másik meg szabadságon. Az átalakításokat nem végezték, viszont felvetették, hogy térjünk vissza rá január végén, mert hogyha mi ilyen ügyesek vagyunk, akkor akár fél ár, vagy akár még olcsóbb nagy kedvezménnyel is jöhet az a 3D nyomtató, és így a szíves felajánlását akkor Attilának a 100 000 forintot még okosabban tudjuk elkölteni, még több marad akkor a folytatására, pontosan annak a ugye héliummal segített lebegő drónnak, amivel ugye ha minimum demonstrációs célokat, tehát ilyen távoli web streaming vagy webszerver üzemeltetős mérés komplexumokat, Arduino alapú méréseket bemutatni legalább egy torlacsarnokba lehet, vagy egy nagyon-nagyon csendes időben, ugye a sok műszerrel együtt, akár szabad téren is. Ennyi lett volna az én beszédem, innentől Attilája a szó. Köszönöm szépen. Jó hangosan, Attila. Hát igen, tehát köszönöm szépen ezt az alkalmat. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy a Volkswagen ID.3 fejlesztés, ez így befejeződni látszik, legalábbis a Pioneer vonala. Maradt némi csiszolgatás, de az már nem igényel annyi mérnök kapacitás, mint a maga a kifejlesztése. Úgyhogy még házon belül tulajdonképpen ajánlottak egy másik pozíciót. Ez nem a Volkswagen, mert ez a Siemens-szel együttműködés, tulajdonképpen egy Digital Twin-nek a létrehozására és továbbfejlesztésére. Nem mennék bele nagyon a szakmai részletekbe, de küldtem róla a videót. Arra gondoltam, az a 2,5 perces videó, az pont jó lenne arra, hogy betekintésnek azt egy kicsit kommentálnád, ha elindítod. Vagy elindítsam én, vagy hogyan legyen a képernyőztás. Na, indítsd el nyugodtan, csak akkor nem tudok beszélni, hogyha van hangja. Nem, akkor te, hát ugye leveszed a hangját. Ugye, mert mi narrátorosan megnézzük később, mi a te gondolatod lennénk kíváncsiak. Jó, tehát... tulajdonképpen... Hogyan indítsam én, hogyan lehet ezt? Mit gondolsz? Indítsd el nyugodtan, szerintem. Várj, egy pillanat fiúk, mielőtt elindítjátok a videót. Nekem alapból lenne egy olyan kérdésem, mert ez az egész villanyautó diliház, és itt tulajdonképpen Balást is belevonom a kérdésbe, mint fizikatanár. Hát alapvetően nekem az akkus villanyautózásra két alapvető problémám van. Az egyik az, nyilván fejleszthető az akkumulátorok kapacitása,
A probléma ott van, hogy baleseteknél most már ugye egyre magasabb volt számmal működnek ezek a legalábbis hipersportautók, tehát baleseteknél már egyes németeknél és osztrákoknál is a rendőrök, mentők, tűzoltók már külön képzést kapnak, hogy ugye egy balesetet ért villanyautóból hogy szedjék ki a polgárt, hogy ne kapjanak ők is áramütést. Ez az egyik probléma. A másik problémám az akkumulátorokkal az, hogy tehát van egyelőre a lítium, kobalt, többiek sűrűsége, vagy mennyisége viszonylag véges, hanem igazából nekem a töltéssel és a hálózat terheléssel vannak a kínjai. Tehát az, hogy valaki most villanyautózik, vagy notabene nagyvárosokban, közösségi közlekedésben trolli villamos, az csak azt jelenti, hogy a széndioxidot, füstöt, egyebeket, az csak kiszerveztük valahol máshova, hogyha mondjuk notabene szénerőmű. Na akkor ez így most hogy? Ez az egyik. A másik pedig volt egy a biokémikus kollégámmal Pesten agyaltunk egy sort, hogy miért lehet olyan sikeres a Tesla, és miért nem igazán jönnek be a német, vagy hát az utódok, illetve egy komoly játékos van a Tesla villanyautókon kívül, de az pedig a Toyota, de alapvetően az a hibrid. Tehát a Toyota Prius-szal kezdődött hibrid, és mi arra jutottunk, itt cáfoljatok meg, ez csak, hogy mondjam, elképzelés. Hogyha valaha a közeljövőben a Tesla megcsinálja az önvezető autót, és a polgár befekteti és ezt a akár amerikai, akár európai törvényhozás is engedélyezi, önvezető autó legyen mondjuk taxiból, tehát lásd Uber vagy tök mindegy, tehát mindegyennek a törvényi háttere, azt el kell ismerni, hogy a Tesla szoftverileg messze a többiek előtt jár. Tehát ez több generáció. Viszont arra gondoltunk, hogyha ez a Musk gyerek csinál egy olyat, hogyha ez engedélyezve lesz, a polgár vesz magának egy autót, ami mondjuk napközben, amikor ő nem használja a szizik, tehát hozza neki a pénzt, viszont ennek kell egy olyan törvényi háttér, hogy ki a franc fog biztosítást kötni önvezető autóra, stb. És arra azt agyaltuk ki, hogy Musknak az az elképzelése, tehát ez csak a mi ötletünk, hogy ő csinálja, és vannak jelei, hogy komoly biztosító társasági kapacitást épít ki, tehát ő saját maga biztosítja a saját autójait, hát mekkora egy pénzforgalom ez? Tehát én így gondolkozom. Na, az az igazság, hogy az időben több, és innentől, ugye az, hogy késve kezdtünk, úgyhogy Attila azt mondta, hogy neki ki kell tennie 50-kor a lábát, úgyhogy ezt a kérdést ugye mi most rögzítettük, mindenki gondolkodni fog, én felteszem az videót, megnézzük Attila videóját, és akkor ezt most földobjuk úgy, hogy mivel nem akarunk este 6-kor, ugye beszéltük, hogy mégse 6-kor legyen, és az gimi miatt csúszott az egész, hogy akkor jövő hétig ezen agyalhatunk a kérdéseken, meg ezen a technológián. Én elindítom akkor Attila videóját képernyő megosztásból, és akkor azt végignézzük, és akkor a János a te kérdéseden pedig mindenki gondolkodik rajta erősen egy hét hetet, jó? Egy pillanat, egy pillanat, nagyon parányit. Balázsnak szól az egy, a kérdés egyik része, hogy az áramerősség hogy lesz biztosítva a löketszerű töltésekhez, a másik pedig a társadalmi egyebei az egésznek, hogy fog ez későbbiek folyamán működni. Egy nagyon pirinyónyit reflektálnék ezekre, mert nagyon, nagyon sok mindent érintettél. Csak annyit röviden, hogy ugye az energiaforrásokban van, ami megújuló, van, ami nem megújuló, ami nem megújuló, az is végül is megújul, csak rendkívül lassan. És ezek a nem megújulók, ezek azt szokták mondani, hogy elfogynak, de igazából egyre nehezebben lesznek elérhetőek. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem lehet már ugye nagyon hosszú távra a benzinnel tervezni, ezért kell valami alternatíva.
Na most lehet ez természetesen egyébként napelemekkel is, meg bármilyen módszerrel is, de valahol tulajdonképpen energiaforrásnak kell lennie. Ha az energiaforrás az autóban van, akkor ugye napelemes autók vannak, csak azok nagyon kicsi energiát tudnak visszakoncentrálni. Viszont hogyha ki vannak szervezve bizonyos helyekre, például egy atomerőműve, ami már nem szénerőmű, és ugye nem benzinbe gondolkodunk, akkor azt az energiát már csak továbbítani kell, tehát az energiatranszfer során merül fel energiaveszteség. Na jó, csak figyelj, most hagyjuk a megújulókat a frontban, mert gyakorlatilag jelenleg az európai áramhálózat az akkorát szív a német megújulók miatt, mint az atom. Tehát gyakorlatilag, és most nagyon nyugodtan meg lehet kövezni, én inkább vagyok atomerőmű párti, mert zsinóráram már pedig hogy a civilek mondjuk hozzá alkalmazkodnak életmódilag a nem mindig rendelkezésre álló áramhoz. A probléma az alapvetően nálam az, hogy az ipari termelők, akiknek már pedig az állandó frekvenciájú zsinóráram kell, azért azok nagyon nem fognak örülni annak, hogy össze-vissza fognak menni az áramfrekvenciák. És nem is lehet olyan gyorsan. Tehát igazából ezeknek ilyen supercharger töltő kell, tehát nem arra való, hogy beállsz az autóddal a garázsba, és akkor a saját hálózati áramodon töltöd, hanem olyan töltőt, ami sokkal nagyobb energiát. Igen, igen, valóban. Hát el kell indulni ezen az, hogy napközben napelemes töltőn lóg, nyáron, vagy tavasszal, meg kora ősszel még el is tudom képzelni, viszont azért nézzük már meg, hogy hány kilovattosak ezek az akkuk, és mennyit szívnak le egy superchargerről, tehát azért számoljuk egy sor. Tehát én most az ördög ügyvédje vagyok és szkeptikus. Alapvetően én azt mondom, hogy a német energiapolitika egy hülyeség. Tudom, karakán dolog, de egyelőre én hülyeségnek tartom. Alapvetően azt mondom, hogy ha megnézed, és nem olyan régen, pár napja volt egy hálózati blokkolódás, és Magyarország éppen kiesett belőle, de a Balkán azért rendesen megkapta. Én azért azt mondanám, hogy azért meg kéne gondoljuk, hogyan csináljuk ezt a továbbiak folyamán. Köszi! Amúgy még annyit a kigyulladt Teslákkal kapcsolatban, hogy valóban volt egy ilyen eset, hogy a német srácok elvitték autópályára a Teslát, és hát igen, és kigyulladt. Na most tulajdonképpen az volt, hogy kijöttek a tűzoltók, eloltották, és utána órákkal később ismét fellángolt. Tehát valóban ezek a technológiák, ezek nagyon biztonsággal. Illetve ha már ezt fölemlegeted, nekem megvan egy osztrák cikk eredetiben is, nem csak az osztrák Blick szintű laptól, hanem az osztrák autópálya mentők honlapján is fönt van. Karambolozott a polgár egy Teslával, most meg nem mondom a hanyas, vagy milyen típussal, elég nagy sebesség, Tesla kiég, nem tudtak mit csinálni az autóval, egy különleges konténerbe tették, az egész hó bele van, és máig várja az a cég, aminek elment a Tesla akkumulátorát, meg az egész Teslát, a mi a fenét, a Tesla, na, tehát ugye a Tesla újrahasznosítását csinálná, az egész cég, az a cég jelenleg várja a mi a fenét, a környezetvédelmi engedélyt. Szóval ez azért igencsak érdekes. Igen. Az is érdekes, ilyen. Hogy egyébként nem is kell garambolozni, tehát hogyha például a cink levegő akkumulátorokra gondolunk, akkor ott a
cink oxidációja során egyébként hélium is keletkezhet. Szóval ő magában is tud gyűlékony lenni, de mondom, ezek külön egy speciális biztonságkritikai szabályoknak kell itt megfelelni. De akkor Jóska, szerintem akkor haladjunk a többivel is, hogy... Ja. Jó. Meg azt akarom még elmondani, hogy elindítom akkor a képernyő megosztás meg a videót, hogy esetleg akkor indítod a videót, hogy én látom a Balást is, hogyha maradunk mi ketten itt, Balázs, János meg én, hogy visszahallgatod a végét, mert esetleg... Lehet, hogy megszakadt a kapcsolat. Na, tehát tulajdonképpen a... Ja. Egyébként meg tudjátok nézni, hogy bekülök. Bocsánat, kikapcsoltam a mikrofont, ja. Akkor gyorsan mondom újra. Ja, most vettem észre, látom a Balást is a képen, tehát ő is jelen van körünkbe, és arra gondoltam, hogy Attila, ha belemész, akkor ha te most el is kell menned hivatalos ügyben, de mi megválaszolnánk így a két felnőtt azokat, és te megnéznéd a dolgot, a mi válaszainkat, és az alapján reflektálsz jövő héten. Tehát, hogyha neked most ki is kell majd lépned a beszélgetésbe, hogyha folytatjuk, hajlandó leszel megnézni a végét felvételről. Mert itt van egy fizikatanár, van egy kertészmérnök, van egy biológia informatikus, és akkor én elindítom gyorsan a képernyő megosztást, elindítom ezt a képernyőt megosztva akkor a te videódat, és akkor én lekapcsoltam róla a hangot, és akkor gyorsan így zárszónak, mielőtt te távozol, akkor ezt itt lenarrálod nekünk, mesélsz nekünk. Nyilván én az itteni hangot levettem, hiszen mi most rád vagyunk kíváncsiak, igen. És akkor te mesélj. 0-75-ös sebességgel fog menni, ne csodálkozz rajta, mert így több időd lesz mondani. Jó. Jó. Tehát tulajdonképpen amikor a mérnökök dolgoznak, akkor főleg, hogyha kísérleteznek is, akkor megépítenek bizonyos dolgokat, motor, lámpa, vagy bármi, és ugye ez időbe kerül, energiába, a költségekbe, viszont van egy olyan megközelítési módszer, hogy egy digital twin, vagyis egy virtuális, egy ilyen iker rendszert készítsen az ember, és tulajdonképpen szimuláció segítségével, szimulációs metodikák segítségével megnézze azt, hogy ha például van egy gyár, és akkor abba kicserél egy motort, vagy egy robotkart, egy másmilyen típusúra, akkor az hogyan fog működni, mi az elvárható viselkedése, és egyébként a hibákra is, tehát hogyha mondjuk egy CNC esztergőgépen rosszul vezérelni a CNC kart, akkor mi történik? Tehát biztonságosan és költséghatékonyan lehet ezzel fejlesztéseket létrehozni. És ugye nyilván miután a kedves vásárló ugye kipróbálta ebben az úgynevezett szimulátoron, hogy most hogy is működne azokkal a fejlesztésekkel, akkor utána megveszi, és utána összerakja. Nyilván ugye nem lehet 100%-osan minden fizikai paramétert leszimulálni, de azokkal az alapvető interfész feltételekkel, hogy mondjuk mekkora legyen az az adott gép, elfér-e ott, akkor mekkora legyen az áramfelvétele, stb. Ezeket ki lehet próbálni, lehet ezeket tesztelni, és mint ahogy például ezen is látható, itt például, hogyha megállítod egy pillanatra, na mindegy, tehát ott is lehet látni. Csak annyit, hogy nem csak kipróbálásra jó, hanem fejlesztésekre is, tehát hogyha elkészít az ember egy rendszert, és utána elindítja, akkor lehetja, hogy milyen értékeket kap, és különféle módosításaival akkor meg lehet növelni például az adott egységnek a teljesítményét. Tehát el tudjuk képzelni azt, hogy mondjuk egy mérnök, amit kitalál, ezt akkor egyből le is tudja tesztelni. A turbulenciák, a levegő, a víz, vagy bármi. Úgyhogy egy nagyon hasznos és költségeket lehet így vele megtakarítani, és ebben a fejlesztésben veszek részt. Ez sem a nulláról indul, nyilvánvalóan, mert azért vannak jó eredmények, viszont itt is vannak még olyan továbbfejlesztési lehetőségek, amikkel ezeket a rendszereknek a pontosságát, hatékonyságát, felhasználó barátságát és a különböző platformokat is lehet itt elérni. Úgyhogy most ezzel foglalkozom, ez is ígéretesnek tűnik, úgyhogy
Egy jó mérnöki kívásokkal teli feladat. Nem tudom, ezek kapcsolatban van-e kérdésetek? Hát, igazából, ahogy én ezt kiveszem, ez ilyen folyamatoptimalizáció szintű valami. Hát úgy kell elképzelni, hogy van hát egy komplett... Hát most nem tudom, ha ilyen szavakat mondok, hogy TIA portál, ezeket nem biztos, hogy ismeritek. Micsoda, bocsánat. TIA portál, TIA portál, meg ezek a... Nem ismert. Úgy kell ezeket elképzelni, hogy komplett gyárakat lehet létrehozni, így virtuális valóság technikákkal is lehet... Értem. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy tehát ezek szerint, hogy na, már megint máskodom, tehát gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy olcsóbban lehet így megoldani a fenéket, a tulajdonképpeni fejlesztéssel. Előfordulási helyeket. Igen. Egyrészt az, hogy a nyilvánvalóan olcsóbb, hiszen most, hogyha valami nem sikerül, amit kitaláltunk, akkor egyszerűen, tehát elektronikusan van, töröljük, aztán kész, de amúgy meg azért sok folyamata lenne annak, hogy valamit legyártottunk, és akkor ezt környezet tudok is megkorítani. Meg a másik, hogy ugye gyorsabb is, tehát azért, ha belegondolsz, hogy megrendelni alkatrészeket, összerakni, akkor ott kiderül, hogy más, hogy kellene átépítés, ez nagyon sok idő, és az idő faktor is azért számít egy gyárfelépítésénél. Meg hát biztonságosabb is, hiszen ha bármelyik eszköz, tehát ha van, nem kompatibilis módon szerelünk össze dolgokat, akkor nem az van, hogy felrobban, vagy szétesik, vagy begyűrődik, vagy bármi ilyesmi, hanem ott jelzi azért a rendszer, hogy ott probléma van. Neked ezek már nagyon, nagyon modern rendszerek, tehát itt a motoroknak a vezérlése is már nagyon pontosan tudják, hogy éppen az adott pillanatban hol van a motor, mekkora fordulatszámmal pörög, szinte mindent tudnak vezérelni benne, hogy működjön, milyen útvonalakon menjen a sebességidő, tehát le lehet ezeket integrálni, és ebben tehát mindent ki lehet számolni, teljesítmény, stb. Úgyhogy ez is mérnöki munka, ami nagyon sok mérnöki innovációt, gondolkodás, számítást igényel, és van rá kereslet. Más kérdés esetleg? Még van 4 percem, úgyhogy nyugodtan. Csak annyi azt megmutatom, amit mondtál, hogy igazából már a mi Edisonunk 2.0-ánk is tudta azt, hogy hol áll a kerék. Tehát Pitóban lekérdezhető volt, hogy éppen most hány fokkal van elfordítva, hogyha megjelöltük filccel, akkor ő meg tudta mondani, hogy az előző állapotához képest hol van elfordítva, illetve neki is volt egy origó pontja. Hát ez talán még az Arduino-s, nem, még az EV3 legósok is tudták. Hát igen, tulajdonképpen ugye úgy van, hogy van a motor, ami csak a motor, meg van ugye a motor vezérlő, és az is egy külön egy egység, persze lehet ezt egybe is építeni, de a Siemensnek vannak olyan Synamixos eszközei, amikkel ezeket meg lehet oldani, úgyhogy nagyon sok paraméter beállítható, és tehát leállási feltételek, től a motor vezérlő sebesség, szinte mindent be lehet rajta állítani. És nem csak egy motorról van szó, nyilván, hogyha elképzeljük azt, hogy felépítünk egy rendszert, hogy ott az adott egységeknek mikor, hol kell lenniük, azért főleg mondjuk egy autógyárban azért az nagyon fontos, hogy összehangoltan tudják ezt. Úgyhogy erre felé halad a világ, meg a vezető gyártó cégek, hogy
olyan technikákat készítsenek, amik tudnak egymással együttműködni, egymással kommunikálni. Nagyon tanulságos lesz, hogy mi majd most próbálunk válaszolni a kérdésekre, ha még Balázs is maradt, akkor hárman, és akkor majd visszahallgatod, és akkor majd várjuk jövő héten szerdán akkor a te válaszaidat a dologgal kapcsolatba, meg majd azt is akkor én földobom a kérdést neked, hogy benn marad a videóba, hogy miért, tehát ugye mi azt megbeszéltük előzetesen, hogy az autóipor másfelé fordul, és ezért kerültél át a régi projektbe, esetleg arról egy kicsit bővebben, hogy akkor az miért, akkor remélem, hogy a jövő hétben ugyanígy folytathatjuk, hiszen ezt nem akadályozhatja meg semmilyen körülménye. Jövő hét neked is még alkalmas, igaz? Persze, meg mondom, hát az ID3 az elkészült, megvásárolható. Az iskolában értekezlet, úgyhogy akkor nyugodtan az a 15-30-as kezdés az bőven megvan. Jó. Hát akkor köszönöm szépen akkor a figyelmeteket, és akkor további viszlátítást. És akkor azt kérem még, hogy Balázs, ha tudsz maradni még egy kicsit? Az a baj, nekem is most vége lesz az időmnek, és láttátok, rohangálok egyfolytában, ezt az autóba vettem fel, azt ittottam ott. Úgyhogy én a jövő héten csatlakoznék, úgyhogy akkor át is tudom gondolni, most csak hallgattalak benneteket, és élmény volt, tényleg köszönöm a lehetőséget, és fogok csatlakozni. Sziasztok! A 15-30 ez nekem egy kicsit korai. Feladjuk a kérdéseket, lehet a chat szobába akkor kérdezni. Így van, ez jó. És akkor átgondoljuk, akkor előadás meg minden szintjén az akkumulátorokról. Én is készültem külön egy ilyen kis vetítéssel. Nátrium hibrid, most az lett jövő. A gyerkőcöknek. Jó, legközelebb. Köszönjük, akkor köszönöm Balázs, köszönöm János. Lesznek kérdéseim. Jó, már gondolkodtam, hogy hallgattam a megbeszélést. Így van, tisztelettel, jövő hét. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok! Szia, akkor János, köszönöm neked is. Meg a gyerkőcöknek is, akkor ezt meg megosztom. Sziasztok! Sziasztok! Hello, fiatalok! András, köszönöm egyet te is! Ja, viszont tehát esett a náról. Hello, hogy azért valami voltatok. Jó, hello! Mi köszönjük, viszont!